Premierrel kifosztották, tönkretették az országot, és veszélybe sodorták gyermekeink jövőjét. Az őket támogató talpnyaló, áruló, értelmiségi sereg nem mondja meg többé a helyes gazdaságpolitikát. Nem kell a szakértelmű. Ne engedjük még egyszer beszapni a társadalom immunrendszerét, ennek érdekében alkotmányos garanciákat követelünk, társadalmi részvétel biztosítására, valódi párbeszédet, kétkamarás parlamentet akarunk. Méltó munkát és a munkást megillető méltó bért követelünk, részesedést a vállalatok nyereségéből a dolgozók számára. Az országot kifosztó és a magyar munkásoktól bérrabszolgaságban tartó nemzetközi befektetők indokolatlan kedvezményei pedig szűnjenek meg. A hitelező kizárólagos érdekeit szolgáló bankkonszolidáció helyett a bérből és fizetésből élő a szegények konszolidációját követeljük. Követeljük, hogy kezdődjenek haladéktalanul tárgyalások az államadósság terheinek csökkentéséről. Kedves barátaim, Roosevelt elnököt idézve búcsúzom, aki azt mondta, az agresszív küzdelem az igazságért a legnemesebb sport, amit a világ megengedhet magának. Nekünk most már a megmaradásunkért kell küzdenünk, helyettől nem fog cselekedni senki. Előrehozott választásokat akarunk. Isten áldja önöket, Isten áldja Magyarországot! Nem tudunk várni 2010 tavaszáig, de nem is akarunk 2010 tavaszáig!